hogy a tradinget kell megcsinálni amúgy, hogy tovább menjünk. Tehát ezt a phishing hookot kell befejezni, amit egy streamben elkezdtünk, csak elfelejtettem megcsinálni. Egyébként ma mindenképpen végzünk, ha nem, akkor rá fogok tenni a streamre egy plusz fél órát. Tehát akkor nem hagyom abba a fél tízkor, hanem akkor nyomom picit tovább. Mindenképpen szeretném befejezni ma. Tehát már nincs sok a játékból, tehát itt most percekről beszélünk. Ami maximum kimaradhat. Csak akkor a trading sequence-et meg kell csinálnom még. Fuck, nem erre kell jönni. De teljesen tuti biztos vagyok benne egyébként, hogy itt kell valamit csinálni amúgy. Mert most már megvan minden skillünk. Ezt mondta, a bridge-et ugye, itt lesz valahol akkor az a hülyeség, mert biztos vagyok. Csumi? De nem lehet hozzá beugrani? Hello, talk. Ok. Most valamit horgászunk. Mert ugye ezt mondta a néni. Ah, meg is van. Teljesen tuti biztos voltam benne amúgy, hogy ez lesz az, mert ugye a Fisherman az el is mondta, hogy a Heathoz kell menni, csak ugye a múltkor azt hittem én, hogy itt a izé Heathoz kell menni, ami ott volt a majomnál, ami a banánból csinált. De nem, ehhez kell, ezt onnan tudom, mert streamen kívül én beszéltem ezzel a csajjal. Valakinek ötlete, mit kell még itt csinálni? Azt mondta, hogy a bridgehez kell menni. És ott mit csináljak? Ez hülye, akkor lángolj. Meg te is. Lángoljatok úgy. Fel lehet emelni. És
És akkor neki kell adni ezt a cuccot, ezt mondta. Srácok, ez a trading sequence, ez ilyen teljesen random amúgy. Ez mi volt? Mi jutott meg? Ték. Magnifying lens. És akkor invisible things-eket fogunk látni. Ja, akkor ezek ütöttek meg? Ha ez HP-t ad. Most megpróbálom a chatben visszakeresni azt, amikor Junior azt mondta, hogy hol lehet megtalálni a bumerángot, mert elvileg ezért lehet megkapni a bumerángot. Aha, tehát le kell menni a partra. Szuper. Szuper. Azt nem tudom, hogy itt van-e még nekem feladatom. Szerintetek. Szerintem, hogy nekem már nincs feladatom ebben a Animal Village-ben. Mert ennyi volt a trading sequence, nem? Tehát már most nincs más. Ennél a csajnál volt, ilyen szerelmes levelet kellett vinni. Itt a néninek kellett seprőt hozni. You can see me. Ah, ja igen, őt nem lehetett látni. Ja, és akkor kapunk egy secret seashellt. Hú, de jó. Wow. Use the magnifying light that you need to find something. Aha, és akkor itt mondta el nekünk. De köszönöm szépen, aki írta egyébként. Junilinknek köszönöm szépen, hogy írtad. De itt tudtuk volna meg, ja. Tehát akkor innen vette a többi játékos is, hogy hol szerzed meg a bumerángot, oké? És... hol van a teleport? Ja, az ott lent. Fuck. És hogy jutok én oda? Így, ugye? Itt van valahol a teleport. Aha, itt. Dö-dö-dö-dö-dö. És akkor most kell visszamenni a partra. Ezt mondtátok. Ha menjek vissza a partra. Martha's Bay. Hát talán itt lesz a könnyebb, nem? És akkor itt kell... Hú, egyáltalán itt át lehet jutni oda? Hát, át lehet jutni a partra, igen. Igen, igen, igen. És ha mit mondtatok, hogy itt lesz a parton? Where?
Én sehol nem látom. Nem lehet igaz, hogy mindig ez a megoldás. Mindig van egy hely, ahol be lehet robbantani a falat. If you want to trade, press... És hogy kell neki odaadni? Mit adjak el neki, ami nekem nem kell? Tessék itt a lapát. Tessék lapát. Elfogadta, és akkor most már van bumerángunk. Ez volt az, amit mondtatok. Meg amúgy egyébként a show volt, ezt meg tudom venni a boardba. Kész vagyunk, és akkor most van bumerángunk. Szuper, el is dobtam a francba. És most akkor innentől kezdve mi a stájsz? Tehát most megvan a bumerang, és a bumeranggal meg kell dobni a... izét? Tojást, és akkor megyünk haza? Nem. Nem, a könyvtárba kell menni. Mert ezt mondta a Kuhut baga is. Anyád. Könyvtárba kell menni. És mit most ott olvasom el az összes könyvet? Szóval Koholin, Dioralin, Nödrön, igen. Aha, itt van. Csinálunk róla egy képet. Jobbra-jobbra fel, balra-balra fel-fel. Oké, és? Jó, akkor ennyi. Akkor most megvesszük a shovelt. Ami itt van valahol. Ha itt van. De most nem lehet. Miért nem lehet? Akkor vegyünk egy ilyen követ. Tessék. Ugye ez vajon mire jó? És akkor nem ad el most már izét? Lapátot? Nem ad el lapátot. Hát akkor hagyjuk a francba. Akkor nincs lapát. Jó van. Biztos, hogy meg lehet amúgy valahonnan venni. Ha max, akkor ki kell játszani valahogy. De tudja, hogy lehet új lapátot venni, ebben biztos vagyok. Hát egyszer már volt, hogy ellopta az egyik mob. És aztán újat kellett venni 200 rupiért. Ez van a legközelebb a NPC-ek. Most alapvetően nekem az a feladatom, hogy felmenjek az egghez, és ott megnyomok egy interaction button-t, és hello? Akkor várjátok, én itt előtte mentek egyet szerintem. Mit tudom én, erre rámentek, így. Megmondom őszintén, hogy fogalmam nincs amúgy. Szuper!
Ja, és akkor most kell eljátszani a... ezt, amit a kislány mondott? Igen. Aha. És akkor megy egy koncert. Nagyon jó. Szuper. Remélem, ez nem copyright klémes dal. Tvitikletikú Arthas karaktere szerintem is olyan, mint Darth Vader, de Blizzard már ilyenre abszolút nem kellene képes. Nem. Igazad van. Már nem érti már a Blizzard. Nem érti már. Ott a bagoly. De ugye nem egy ugyanolyan bonyolult dungeon, mint az előbb, vagy az azt megelőző. Nem egy tojásban vagyunk, srácok. És várjátok, azt mondta a... hogy egy bizonyos ütemben kell menni, nem? Várjatok? Nem e-shop. Nem. Azt mondja, hogy album. Hogy van? Jobbra föl, balra föl. Jobbra. Várjál. Jobbra föl. Balra föl. Nem? Itt mit kell csinálni? Várjátok? Hogy volt az album? Jobbra. Háromszor jobbra. Akkor most megyünk egyszer jobbra. Egy jobbos. Két jobbos. Három jobbos. Mit mondott utána? Azt mondja, hogy föl, majd kettő balra. Föl, aztán egy, kettő balra. Aztán kétszer föl. Egy, kettő, aha, megérte lefényképezni. Mármint ilyen screenshotot csinálni. We were born of nightmares. To take these words, we made the whitefish sleep endlessly. If the whitefish doesn't wake up, this island would never disappear. We would have been masters of this place. They come here and destroy. Hehehe, you can never defeat us. Let's rumble. Man. Ilyennel már fájtoltunk. Kéne cserélni úgy valami értelmes fegyvert, nem?
Ezzel sebzek lehet valamit? Szerintetek? Vagy bombát kéne neki lerakni? Vagy ezzel kéne belelőni? Re! Szia, Josephu! Mivel kéne ezt? Ezzel kéne lőni? Jól megnőtt a követők száma. Igen, igen, hál' Istennek. Mit kell ezzel csinálni? Hát semmi sem sebzi. Hát mit kell ezzel csinálni? Mit kell? Már endbossnál vagyunk, Josephu, egyébként. Szerintetek mit kell ezzel csinálni? Mit nem próbáltam még ki amúgy? Szerintetek? Ezt a szart nem próbáltam még ki, tuti ez kell. Fél HP. Aha, ez sebzi, igen. Steamet láttam közben, csak hang nem ment. Köszi, hogy itt vagy egyébként. Megvan. És mit kell vele csinálni? Vissza kell neki ütni? Mit kell vele csinálni, szerintetek? Nem üti vissza. Vissza kéne tudnom ütni valahogy. Ah! Vissza kell ütni! És most felkelek, mert ugye nálunk van az a lóbalzsam. Mennyi lóbalzsam van még nálunk? Egy se. Szóval vége lesz ma a gémnek. Nem lesz több végigjátszás. Nem lesz több végigjátszás, srácok, látjátok? Megmondtam nektek a múltkor. Vége lesz ma a Zeldának. Holnap le is váltja a következő Zelda, de nem futunk bele abba, hogy sok végigjátszás lesz a csatornán, mint a múltkor. Ez micsoda? Ennek a seggét kell ütni. És most egy vadállat lesz belőle. Nem normális ilyenkor. Megvan. Abban. Ez az összes boss alakját föl fogja venni? Ez mi? Aha. Jó, mindjárt megpróbálkozunk a bumeránga, vagy mivel kéne szerintetek? Mivel kéne próbálkozni szerintetek? A húksát az annyira nem szokott rá élesen hatni amúgy.
Bottle mint to hold fairy. Azt nem tudom, mivel kéne. Mert ugye nem hat rá ez. Talán az íjjal. Akkor belelőni néha. Hát mit tudom én. Mindegy, próbálkozok tovább. Majd lesz valami. Így, aha, megpróbálom. Aha. Ha rácsárgyolok, az hat. Az a baj, hogy nagyon lement a HP-m. Megvan. Rá kellett chargeolni. Aha, az ilyet nem szerette. Holy Jesus Christ, man. Istenem! Há! És kezdhetem el arra? Ó, srácok! Ez pain. Ez nagyon pain. Na, várjatok akkor. Hogy volt ez? Jobbra-jobbra fel, balra-balra fel-fel. 3 jobbra. Mi volt még? Jobbra-jobbra fel, aztán 2 balra, meg 2 fel. El, 2 balra, meg 2 fel. Szép lett volna first try-ra, igen. Na mindegy, akkor majd most. Majd most már legalább tudom, mit kell csinálni. Na várjunk, akkor. Tehát ezzel tudtam sebezni az előbb. Így. Ez megvan. Ezt vissza kellett volna ütni. Miért nem ütöm vissza? Na. Ne már, ez szándékosan szivat most. És ezt már nem mutattam vissza. Nincs HP-m szinte sem ennyi. Ne! Még egyszer kell eltalálnom. Ezt elszartam. Ezt is.
Szia, Rolika! Hello, hello! Most ezt farkát kell megütni, ugye? Most fog megőrülni. Aha, de jó, most sikerült eltalálni időben. Most van a kedvenc részem. Á, két szívem maradt. Ezt nem fogom tudni megcsinálni megint. Nem, azonnal megöl. Nem baj, ezt ma lefogom, meg fogom csinálni. Na várjunk csak, mivel nagyon-nagyon fogynak a cuccaim, így szerintem én most egy ilyenhez fogok folyamodni. Hogy ezt itt be fogom tölteni. Jövő héten lesz Minecraft, lesz igen, szerdán. Ugyanúgy, mint ahogy volt most. Ugyanúgy lesz most is Minecraft, igen. Ben kellett volna menteni a dungeonben, mert most újra meg kell nézni. Inner Blaze Blair-t üdvözöllek a csatornán, köszönöm szépen a followot, köszönöm. Hello, hello. Faxomnet, hogy ne lehetne csatlakozni? Miért ne lehetne? Persze, hogy lehet, srácok. Ez milyen játék? Nintendo Switch-es, ez a The Legend of Zelda Link's Awakening. A Zeldák közül egy régi Zelda feldolgozás. Zelda játék. Csak exkluzívan lehet Switch-en játszani. Na jó, akkor most kéne azt csinálni, hogy én itt bent mentek egyet. Hogy ezt még egyszer ne kelljen itt végig killódni, tehát itt szévelünk egy rohadt nagyot. Így, ok. És itt most nekifutunk. Na tehát, hogy volt akkor az az albumban? Már most le fogom írni, hogy ne kelljen kilépkednem. Ha még egyszer meghalok. Jobbra, 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 fel, balra, balra. Fel, oké. Okay. Akkor nem kell mindig kilépkednem. Na jó, lássuk. Tehát, itt most... Akkor jöjjetek ezzel jobbra. Nem, vagy itt lehetett volna már jobbra menni? Nem, ez a kezdő, akkor innentől kezdve kell számolni. Tehát jobbra... Jobbra... Még egy jobbra... Aztán egy fel... És akkor itt meg kétszer balra. Kettő. Meg kétszer föl. Itt van. Oké. Okay. Mert így meg megmarad az újraélesztőm is. Azért nem is baj, hogy újra lódoltam. Mert így akkor egyszer újra tudok éledni megint, és akkor nem kell állandóan respawnról kezdenem, vagyis az előző mentésről. De ezt megcsináljuk ebben a streamben mindenképp. Tudom, hogy fél tízig szoktam lenni, de ezt ma mindenképpen meg kell csinálni, srácok. Ez nincs az az ég, hogy ez ne legyen meg most lenyomva. Tehát kell akkor ez a hülyeség ide. Egy. Kettő. Három. Jó. Ezt vissza kell ütni. Ha nem sikerült.
most, igen. Nekéket. Kösz. Ah. Shit, ezt nem lehet kikerülni. Ha de ki lehet? Csak kivédeni nem lehet a pajzsal. Nem úgy volt, hogy háromtól elpusztul? Akkor négytől pusztul. Öhé. Ez nem talált el, haver. Öcsém, milyen taktikás fájtot raktak ide a végére? Na végre. Steve, üdvözöllek a csatornán, köszönöm szépen a követést. Hello, hello. Ez nagyon idegesítő, amikor ezt nyomatja. Oké, most milyen eszközzel kéne lövöldözni azt, aki jön? Lőjem ezzel a tűzzel? Az hat rá. Nem. Kivéd mindent. Nem. Nem, rá kell chargeolni. Nem tudsz mit csinálni, rá kell chargeolni. Rá kell chargeolni, ennyit tudsz csinálni vele. Áh. Hát, rengeteg HP-mat leszed, az a baj, egy ilyen charge, hát nem maradt életem. Hát most megint meg fogok halni. Mondjuk most újra tudok éledni egyszer. Maradt már, s fél HP-m. Ne. Jó, fél HP-val megyünk bele az utolsó fészbe. Hát ez tök hülye. Az nagyon fontos, hogy ne tudjon beszorítani. Jó volt előbb is, igen. Most meg tudok halni egyszer. Úgyhogy ha egyet hibázok, akkor még mindig nincs nagyon nagy probléma. És most nem is nagy illel lövöm. Hanem ezzel a varázs... Nem baj. Nem baj. Újra éledünk. Full HP-val éledek újra ilyenkor. Nem is tudtam. Be vagyok szorulva megint. Az a baj, hogy pokoli gyorsan csinálja. This is going to be super... Kész! Legyőztük! Hú.
Köszönöm szépen a GG-ket, srácok. Köszönöm. Hú. És akkor most felébredünk ebből a kis álomból, és itt lesz a vége ennek a Zelda történetnek. Fikand Seinuika, köszönöm szépen a követést, üdvözöllek! You have defeated the nightmares, okay. Mi az a Pikachu Josephu, az honnan van? Nem tudom. Valahol unlockoltad, aha. That you can turn back the nightmare. Thank you, Zabi. My work is done. The windfish will wake soon. Goodbye. Kész vagyunk, srácok. 7 perccel mentem csak túl a stream időn. Itt a windfish. De jó! Egészen jó a vége is amúgy. Play the instruments, play the songs of awakening. Most az egész játék alatt megszerzett összes hangszerrel elkezdünk játszani. Felébredünk és véget ér ez az álom. És vele együtt a mi kis játékunk is. Nagyon remélem, hogy nem copyright klémes a cucc, de mindegy. Ha az, akkor mindegy lehet olyan, mert akkor mit akarom, Istenem. Mert azt mondják, hogy dádá. Jó. Jó. Zelda játéknál nem csinálhatták meg rosszra a sztorit. Nincs az az Isten, hogy rossz legyen a sztori. Azt nem lehet. Azon a rostán nem lehet, azon a rostán nem tud úgy átmenni. Nem engedi át a Nintendo. Ennek a sztorinak jó, és az a sztori jó volt amúgy. Itt is vagyunk most, mert ugye azért voltunk ilyen kis rajzfilmszerű, műanyag pici valami, mert ez valójában csak egy álom. Valójában ugye ő Link. És itt ugye minden a feje tetejére volt állítva, ugye nem is, a címszereplők nem is szerepeltek, mert ugye ebben az álomban nem úgy szerepelt semmi. Valójában itt van ő. A hajótörés szenvedett Link. És ez a windfish, ugye? Na, srácok, gyors verdiktet mondok a játékról. Alapvetően lesz belőle bemutató videó? Lesz belőle bemutató videó. Éppen ezért nem akarnám a saját bemutatómat úgymond elinflálni. De én azt mondom nektek, hogy ezt a játékot végigvittük 2 hét alatt, összesen 4 streamet kapott a game, vagy nem is 4-et, bocsánat, 5 streamet kapott a játék, és azt hiszem, hogy mindegyik streamet borzasztóan élveztem, és rendkívüli módon vártam is.
És ez nem volt elmondható a The Last Guardian-re, nem volt elmondható az Oddworld-re, mert egyszerűen azokat a játékokat nem tudtam úgy szeretni, mint ezt. Viszont ez valahogy olyan jó volt, ez egy olyan ez a játék, mondom, mint ahogy a címbe is írta, mint egy trip. Tehát, hogy látszik is, hogy a képernyő oldala ugye kicsit el van homályosítva, egy ilyen filter van rajta, és ezen keresztül látja a játékos a játékot is, tehát érezteti veled, hogy ez egy álom. És a fénylő felületektől olyan a játék grafikája, mintha műanyag kis valamikkel lennél, és ez amúgy abszolút érezhető, tehát a rajzfényes grafikát megspékelték ezzel az egész kis fénylő akármivel, és ettől van egy nagyon műanyag hatása. Amikor először megláttam a játékot, Szorgyi, köszönöm szépen a feliratkozást, a követést, örülök, hogy itt vagy, hello, tehát amikor először megláttam a játékot, akkor én is azt mondtam, hogy hát ez nem néz ki jól, ez csúnya, nem csúnya. A játék nagyon szép, nagyon rajzfilmes, nagyon gyerekmesés, nagyon Animal Crossingos, viszont nem csúnya. Ez a játék sokkal szebb, mint a Pokémon, bármelyik Pokémon játék jelenleg Nintendo Switchen, azokat körökre kenterbe veri. A sztoria azoktól sokkal-sokkal jobb, és az egész játékmenet jobb, a játékmenet át van gondolva. Az egész játék gyönyörű szépen át van gondolva, és ez nagyon fontos. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy a fejlesztő leült, és gondolkodott a játékban, átgondolta ezt az egészet, hogy hogyan akarja ő ezt, hogyan szeretné ő ezt, és hogyan tudja ő ezt a játékosnak átadni. Tehát hogyan tudja rávenni a játékost arra, hogy játszon a játékkal, és amit Josefu is ír, hogy ebben a játékban baromi sokat kell gondolkodni. Néha leszáll a bagoly, az mond valamit, ha nem figyelsz, akkor véged van. Konkrétan. Nem fogod tudni, hogy merre kell menni. És ezért van az is, hogy memoriz, ugye van egy ilyen options, mert erre felkészültek a fejlesztők, hogy bizony néha, és jó, nagyon jó a The End felirat is, néha el fog tévedni a játékos, rengeteg útkeresésből áll a játék, rettenetesen sokat kell gondolkodni, a fejtörők azok igazi fejtörők. Igazi fejtörők. És azt gondolom, hogy ez amúgy nagyon sokat számít. Ez nagyon sokat számít, mert annyira sokat kell gondolkodni a játékban, és annyira jól kell gondolkodni a játékban, hogy rengeteg minden van, amit meg kell csinálnod. És ezek a dungeonök, amiket végig kell vinni, ezek egyszerűen jók. Ezeket jó megcsinálni, ezekkel a játékokkal jó játszani. Tehát jó csinálni a dungeonöket, mert ott vagy, és gondolkodni kell. És most gyorsan megnézem, hogy van-e... élet, miután végigvittük, de van, igen, itt lehet mászkálni ugyanúgy. Na, tehát, hogy srácok, ez a játék jelen pillanatban az egyik, ha nem a legbonyolultabb Zelda, ami a piacon van, ez nehezebb, mint a Breath of the Wild. Ebben biztos vagyok. Lehet velem vitatkozni, hogy nem, de igen. Nehezebb, mint a Breath of the Wild, ebben teljesen biztos vagyok. És azért nehezebb, mert azok a fejtörők, amiket beleraktak, az az 1993-as Link's Awakening-ből van átemelve, tehát egy nagyon régi játéknak a felújított változatával játszunk, és 93-ban még nem voltak ennyire, hogy fogalmazok óvatosan, puhányak a játékosok, tehát akkor még simán kimertek adni egy ilyen játékot, amiben el fog akadni a játékos, amiben frusztrált lesz a játékos, amiben nehéz lesz előre menni a játékosnak, amiben baromi sokat kell gondolkodni, és nagyon-nagyon oda kell figyelni arra, hogy mit csinálsz, és itt meg kell lenni a mapnek. Ennek a mapnek benne kell lenni az agyadban itt. Mert ez nem csak annyi, hogy innen elindulok, és innen átsétálok ide. Nem lehet. Nem lehet, mert el vannak zárva a területek fákkal, bokrokkal, folyókkal, tavakkal, falakkal, enemikkel, nem tudsz átmenni. Nem csak úgy van, hogy itt a kezdő pozíció, és innen elfutok az Ancient Ruins-ban, nem, végig kell, végestelen végig kell menni, mert, bocsánat, közben nektek nem mutatom, tehát végestelen végig kell menni itt az egész mapen. Tehát, hogy ezt úgy kell csinálni. Nem vitatkozok, mert nem is ismerem ezt a játékot, semmi gondrolika. Be fogom mutatni a játékot, jövő héten ebből lesz bemutató videó a YouTube csatornán. Most filmbemutató van már elkészülve, úgyhogy majd akkor lesz. Többet nem is akarok róla mondani, srácok, majd a videóban.
Jó, majd a YouTube videóba. Ja, többet már nem mondok róla, mert most majd összeszedem a gondolataim. Én minden esetre nagyon-nagyon szeretném megköszönni a figyelmet, a rengeteg követést, az újonnan érkezőket, üdvözlöm a csatornán még egyszer, köszönöm szépen ezt a rengeteg followot, és azt, hogy ennyien hozzászoktatok szólni, meg hogy ilyen szépen megy a chat. Srácok, holnap friss megjelenés van, ugyanígy Zelda játék jelenik meg. Megjelenik a Skyward Sword, ugyanígy Nintendo Switchre, ugyanígy streamelni fogom. 5 órás stream lesz holnap, ami azt jelenti, hogy délután 3-kor kezdődik a stream, és egészen este 8-ig fog tartani, úgyhogy Josephu, nem leszel semmi gond, majd leszel, amikor folytatjuk. Úgyhogy semmi baj, menjetek nyugodtan, utazzatok, pihenjetek, de én streamelni fogom, mert megjelenik. Úgyhogy srácok, holnap délután 3-kor találkozunk itt, és nyomjuk a Zeldát, mint az állat. Köszönöm szépen a figyelmet, holnap találkozunk.